Az evolúció az egyik legtöbbek által ismert, és mégis talán az egyik legjobban félreértett tudományos elmélet. Mindenki hallott róla, mindenki tudja nagyjából miről is van szó, de mégis rengeteg tévhit kering vele kapcsolatban. Nem hiába, sokan máig kétkedve kezelik a tudományos élet egyik legszilárdabb és legjobban bizonyított tételét. Sziasztok! Donát vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 gyakori tévhitet és érdekességet az evolúció elméletéről. Kezdjük is a legszembetűnőbb dologgal. Az evolúciós elméletet sokan még mindig nem kezelik tényként, vagy legalábbis komoly tudományos álláspontként, hiszen csak egy elmélet. Bár ez technikailag korrekt, valójában egy elég komoly félreértés. A tudományos világban az elmélet szó nem ugyanazt jelenti, mint a hétköznapjainkban. A mindennapokban használt elmélet a tudományos hipotézis megfelelője. Egy felvetés vagy gondolat, ami bizonyításra vár. Ezzel szemben egy tudományos elmélet rengeteg kutatással, valós megfigyelésekkel, bizonyítékokkal alátámasztott és széles körben elfogadott. Bár sokan próbálták megcáfolni, elfogadható ellenbizonyítékot nem sikerült szolgáltatni. Jelenleg az evolúció az egyetlen olyan elmélet, ami ellentmondásmentesen és univerzálisan magyarázza a fajok eredetét. Természetesen egy ilyen bonyolult elmélet megszületése nem egyszerű és nem is problémamentes. Sokan a mai napig úgy képzelik, Charles Darwin kitalálta az evolúciót a Fajok eredete című 1859-es könyvében, és azóta mindenki szépen elfogadta, hogy igaza van. Mások pont azért gondolják tévesnek az evolúciót, mert azt hallják, hogy Darwin nézetei mennyi mindenben voltak hibásak. Részben mindkét álláspont igaz, részben pedig téves. Charles Darwin és Alfred Russell Wallace együtt mutatták be felvetésüket még 1858-ban. Ez az eredeti hipotézis került bővebb kifejtésre Darwin könyvében, azonban ezzel még így is sok probléma akadt. A legfontosabb az volt, hogy nem tudta alátámasztani a mögöttes folyamatokat, nem tudta, hogyan változnak a fajok tulajdonságai a természetes szelekció hatására. Erre adott választ Gregor Mendel a genetikai öröklés gondolatával. Ezt sokáig nem tudták összeegyeztetni Darwin munkájával, de aztán 1930-ban eljött az áttörés. Ez lett az úgynevezett modern evolúciós szintézis, ami összekombinálta a természetes kiválasztódást a mendeli öröklődéssel. Az azóta történt felfedezések, a DNS megismerése, a genetika és a molekuláris biológia fejlődése is egyre jobban alátámasztották az elméletet, és kiütöttek minden más alternatív elképzelést, legalábbis tudományos körökben. Fontos megérteni az evolúcióval kapcsolatban, hogy a fajok fejlődése nem egy intelligens és tervezett folyamat. A természetes kiválasztódásnak nincs iránya, és az élőlények sem válnak idővel egyre tökéletesebbé. A leggyakoribb félreértés, hogy a fajok a környezeti változások hatására fejlődnek, de így ez sem igaz. Ez az állítás azt sugallhatja, hogy a környezet változása kezd el új géneket vagy mutációkat létrehozni, és aztán ezzel megváltoztatni a faj tulajdonságait. Hogy ezt tisztán lássuk, érdemes megérteni az evolúció mögötti pontos elméletet. Egy faj sem képes magától adaptálódni a környezetéhez és változtatni a saját tulajdonságain. A természetes kiválasztódás egy nagyon passzív folyamat. Az egyes egyedek már bennük meglévő tulajdonságokat vagy akár mutációkat adnak tovább, amik esetlegesen hasznosak egy új helyzetben. Tegyük fel, hogy van egy egérfaj, aminek tagjai szürkék vagy világosbarnák. Ezek az egerek egy új helyre vándorolnak, ami tele van kövekkel. A kövek közt a ragadozó madarak nehezebben fogják kiszúrni a szürke egereket, viszont könnyebben levadásszák a barnákat. Emiatt idővel egyre kevesebb barna egér fog túlélni, és egyre kevesebb fog születni, míg végül akár az egész faj szürkévé válik. Nagyjából ez a természetes kiválasztódás alapja. Egy már meglévő tulajdonság lehet előnyös egy kialakult új helyzetben, és ez a faj bizonyos egyedeit előnyhöz juttatja. Azért fog idővel mindenki rendelkezni az új tulajdonsággal, mert az őszüleik voltak képesek túlélni és párt találni maguknak. Nincs szó sem jobbáválásról, sem tudatos adaptálódásról, az egész csak életben maradás és szaporodás. Éppen az előzők miatt lehetséges az is, hogy bizonyos fajok nem változtak évmilliók alatt sem. Az evolúció nem törekszik arra, hogy minden egyre jobbá váljon. Nagyon jó példa erre az olyan csúcsragadozók esete, mint a cápák vagy a krokodilok. A nagy prédák eltűnésével a méretük nekik is lecsökkent, de úgy igazán semmiféle változás nem történt a felépítésükben.
Az ilyen fajok eljutottak egy kielégítő szintre a fejlődésük során, és nem történt azóta olyan nagy változás a környezetükben, ami miatt bármit is máshogy kéne csinálniuk. A másik ok, hogy egyszerűen nincsenek meg bennük a további változáshoz szükséges gének. A cápák például nem rendelkeznek úszóhólyaggal, hogy tetszőleges mélységben lebegjenek. Hiába teltek el évmilliók, ez az elváltozás egyszerűen nem jelent meg bennük, pedig biztos, hogy előnyükre válna. Az evolúció nem teszi feltétlen jobbá és jobbá a fajokat, hogy valami szuperlényé váljanak. Nem is mindig a legerősebb, leggyorsabb egyedek fognak nyertesként kikerülni. Amikor egy környezeti változás bekövetkezik, lehet, hogy ezek az elsőre legjobbnak tűnő egyedek fognak a legnagyobb hátrányba kerülni és kipusztulni, míg egy korábban feleslegesnek tűnő mutáció megment és sikeressé tesz egy másik példányt. A mai napig sokan értik félre az emberek és az egyéb főemlősök közös ősének jelentését. Az evolúció elmélete nem azt mondja, hogy az ember a mai majmokból fejlődött ki, hanem hogy évmilliókkal ezelőtt volt egy olyan faj, amiből az összes mai emberszerű kialakult. Az emberszabásúak fejlődése során először a gibbonok ősei váltak ki, és kezdtek külön úton fejlődni. Nagyjából 13-16 millió évvel ezelőtt a mai orángutánok ősei indultak meg külön úton, majd 8-10 millió évvel ezelőtt a gorillák ősei is külön váltak az ember és a csimpánz közös ősétől. A csimpánzok és az emberek ősei 6-7 millió évvel ezelőtt váltak szét, így ők fajunk legközelebbi rokonai. Nem véletlenül DNS-ünk közel 96%-a egyezik velük. A mai embernek, azaz a Homo sapiensnek csak ennyi köze van a csimpánzokhoz és az egyéb emberszerű majmokhoz. Régen egyszer élt egy olyan faj, amiből különböző hatásokra, eltérő fejlődési utakon a ma ismert emberszabású majmok és emberek is kifejlődtek. Az evolúció, bár nagyon sok mindent magyaráz körülöttünk, nem ad választ arra a kérdésre, honnan is ered az élet. Az evolúció elmélete a fajok fejlődését, a közös ősöket és a különböző fajok eredetét segített megállapítani, de a nagy kérdés nyitva hagyta. A fajok fejlődési útvonalával a filogenetika tudománya foglalkozik, és sikerült visszavezetni mindent a kezdetekig. Az összes állat, növény, gomba és alga közös ős mutathat fel, amik az első eukarióták voltak. A mai élőlények másik nagy csoportja a baktériumok, amiknek szintén sikerült megtalálni az eukariótákkal vett közös ősét. Így lett meg a földi élet első alakja, a prokarióták. Körülbelül 3-4 milliárd évvel ezelőtt ezek a sejtmag nélküli egysejtűek kezdtek el mindent, és az ő fejlődésükkel alakult ki az összes ma ismert élőlény a Földön. Az evolúciót kutatók bár mindezt képesek voltak kideríteni és bizonyítékokkal alátámasztani, arra nem tudjuk biztosan a választ, hogy ezek a kezdetleges, nagyon egyszerű élőlények mégis hogyan születtek meg. Érdekes, hogy az evolúciót mindig egy nagyon lassú, évezredek vagy akár évmilliók alatt végbe menő változásként képzeljük el, de nem mindig van így. Már volt róla szó, hogy az evolúció a fajok új generációival képes azokon változtatni, a komolyabb, egész populációt érintő változásokhoz pedig sok-sok generációváltásnak kell történnie. Épp ezért minden azon múlik, mennyi idő is kell egy ilyen generációváltáshoz. Olyan egyszerűbb élőlények, mint például bizonyos baktériumok, képesek napok vagy akár órák alatt is kifejlett példányokat létrehozni magukból. Ha egy petricsészényi ilyen baktériumhoz hozzáadunk egy kis antibiotikumot, akkor két dolog történhet. A baktériumaink egyszerűen kihalnak, vagy ha van egy-két olyan példány köztük, amikben megvan egy antibiotikum elleni mutáció, akkor újra népesítik a petricsészét. Alig pár nap alatt lesz egy nagy adag új baktériumunk, amik már antibiotikum rezisztensek. Épp ez a félelmetes gyorsaság adja a problémát a különböző betegségek esetén. Egész baktériumtörzsek tudnak aránylag rövid idő alatt ellenállóvá válni a gyógyszereinkkel szemben. Az evolúcióban kételkedők egyik nagy kérdése, hogy mégis hogyan jöhettek létre összetett funkciójú szervek. Ha minden új egyeddel szépen apránként mennek végbe változások DNS szinten, az azt jelenti, hogy apránként épült fel például egy szemgolyó? Egyszer csak született egy olyan példány, amié már nem volt félkész állapotban és képes volt látni vele? Bár a válasz elsőre talán nem tűnik egyértelműnek, végül kiderült, hogy már Charles Darwin eredeti gondolata is helyes volt a témában. A szemes példánál maradva eredetileg olyan sejtek alakultak ki, amik képesek voltak valamiféle fényérzékelésre. Ezek idővel összeállva alkottak meg egy szervet, ami képes volt kezdetleges módon fényt érzékelni, majd ez a szerv vált egyre jobbá és jobbá, millió apró lépésen keresztül.
Az egyszerűbb életformák tanulmányozása pontosan ezt az eredményt hozta és bizonyította az elképzelést. Az olyan puha testűek, mint a csigák vagy férgek gyakran rendelkeznek épp ilyen primitív fényérzékelő sejtekkel a mai napig. Az egyre fejlettebb fajok megjelenésével ezek a fényérzékelő szervek is egyre jobbá váltak, míg végül létrejöhetett az általunk is használt szem. Az evolúcióban kételkedők másik gyakori kérdése, hogy hol vannak a fajok közti átmenetek? Miért nincsenek átmeneteket mutató fosszíliák? Az a helyzet, hogy vannak, csak nem lehet őket ilyen egyszerűen bekategorizálni. Hibás felfogás azt hinni, hogy volt egy szárazföldi emlős, ami aztán bálna lett. Az ilyen jellegű fajok közti évmilliókat felölelő átmenetek valójában nem azok. Az evolúció tekintetében nincsenek átmenet és készfajok. Minden egyes új állat, ami valaha megszületett, a maga módján kész volt. Az, hogy pontosan hol kezdődnek az új fajok és mi jelenti a határt, a mai napig egy nehéz kérdés a kutatók számára. Viszont ha valaki mégis ragaszkodik az átmenet fosszíliákhoz, mint evolúciós bizonyítékhoz, akkor abból is van bőven elég. Apró, elcsökevényesedett lábú delfinek tucatjait találták már meg, de akár csak elég ránézni a mai fókák csontvázára, hogy lássuk az uszonyuk szárazföldi lábakból alakult át. Hasonlóan a dinoszauruszok madarakká fejlődésének is megszámlálhatatlan bizonyítékát fedezték már fel, és a teljes átmenet kirakható csontvázakból. Bármennyire is nem úgy tűnik, az ember a mai napig egy fejlődésben lévő faj. Az életünk során átlagosan 2-3 korábbi és még ennyi utánunk érkező generációt láthatunk, így nem érzékelhetünk nagy változásokat. A tűz felfedezése és a hús megsütése óta például szemfogaink mérete jelentősen lecsökkent. Már nincs szükség rájuk a nyers hús tépéséhez. A tejet adó állatokat tenyésztő kultúrákban a laktóztolerancia is egy új evolúciós lépés volt. Európában, miután 8000 éve háziasították a tehenet, a túlélés egy komoly plusz eszköze volt a tej megemésztése. Extra tápanyag és folyadékforrás volt éhínség és aszály idején, így a kezdetben véletlen mutáció idővel egyre jobban elterjedt. A jelenlegi talán legfontosabb fejlődésünk viszont a betegségekhez köthető. A korábban soha nem látott népsűrűség és a nagyvárosok megjelenése könnyebbé teszi a járványok kitörését. Erre való válasz a különböző immunitások megjelenése. Az elmúlt évek egy nagy felfedezése volt például, hogy jelentősen megnőtt egy bizonyos maláriafajra immunisok száma Afrikában. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.